Üdvözlöm a kedves televíziónézőket! A Tisza TV magyar nyelvű magazin műsorát látják. Mai adásunkban a 15. szülőföldem szép határa nemzetközi televíziós és rádiós fesztiválra hangolunk. Ha tehetik, maradjanak velünk! Raz, dva, tri. Vier, fünf, sechs. 7, 8, 9. 11, 12, 13. 13, 14, 15. 15-й міжнародний фестиваль телевізійних та радіопрограм для національних меншин «Мій рідний край». Szeptember 12 és 14-e között 15. alkalommal rendezik meg Ungváron a Szülőföldem Szép Határa nevű kisebbségi televíziós és a rádiós fesztivált. A rendezvényre eddig 12 országból 42 tévés, valamint 40 rádiós anyag érkezett. Egy Ungvár melletti festői környezetben fekvő szabadidőközpont ad otthont az idei, sorrendben a 15. szülőföldem szép határa rádiós és televíziós fesztiválnak. Míg tavaly mindössze 6 országból érkeztek pályamunkák, addig idén már 12-ből. A szervezők az új programok mellett szeretnék szélesíteni a rendezvény földrajzát is, hogy az ide látogató külföldi újságírók közelebbről megismerkedhessenek Kárpátalja sajátos sok nemzetiségű világával. Úgy döntöttünk, hogy visszatekintünk az elmúlt 15 esztendőre, és lesz egy retrospektív kiállítás. Emellett meghívjuk a városunkban folyó újságíró találkozó vendégeiket is kerekasztalbeszélgetésre, több kerekasztalbeszélgetés lesz, ahol megbeszéljük a vetítendő filmeket, szakmai tapasztalatokat, megismerkedhetnek egymással a vendégek. További hagyomány, hogy megtartjuk most is a bogrács főzőversenyt, ahol nemzetiségi ételeket is megkóstolhatnak, akik ellátogatnak a fesztiválunkra. Az egy évvel ezelőtti fesztiválon az MTVA alkotásai taroltak. A fesztiválon második helyezést ért el az MTVA által benevezett Fivérek című film. Ez az alkotás nyerte el a legjobb hangutó munkadíjat is. Akkor a fesztivál harmadik helyezettje a Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiója szlovák szerkesztőségének munkája, a Tenyeremre tettem a lelkemet című alkotás lett. A Békés Csabai szlovákok életével foglalkozó, a fesztiválra ugyancsak az MTVA által benevezett film megkapta a legjobb operatőri munkadíját is. Ebben a térségben nagyon sok nemzetiség él együtt, ez külön nagy öröm, hogy a magyarországi nemzetiségi szerkesztőségeink, illetve műhelyeink ilyen színvonalú alkotásokat tudnak létrehozni, amelyek ennek a zsűrinek elnyerték a díjait, és lényegében taroltak ezen a fesztiválon. A versenyfilmeken kívül mindenféle más kísérő programok vannak. Van alkalom arra, hogy tényleg megismerjük az itt dolgozó, tehát Ungváron dolgozó más nemzeti kisebbségeket, az ő kultúrájukat, az ő életüket, az ő munkájukat. Az MTVA idén 17 televíziós és rádiós alkotást nevezett be az Ungvári Fesztiválra. Én azt gondolom, látván és hallgatván az anyagokat, hogy jó szereplésre mindenképpen számíthatnak, hiszen minden éven ott van a Duna Televízió és a Magyar Rádió a díjazottak sorában. Érdekessége az az idei rendezvények, hogy kétnapos, tehát nem négy, ahogy idáig szokott lenni. Ennek gazdasági okai vannak, ugye, hát senki ilyen dúskál a pénzben, de azt gondolom, hogy ez alatt a két nap alatt például a bogrács főzőversenyre sor kerül, kiállítások lesznek, népzenei fellépések lesznek, népzenét és táncosok fognak majd előadni. Az Ungvári Fesztivál célja az olyan kisebbségi televíziós és rádiós programok készítésének és bemutatásának támogatása, melyek a nemzetiségi hagyományok megőrzésére irányulnak. Nevezni dokumentumfilmekkel, rövidfilmekkel és a kisebbségekről szóló riportfilmekkel is lehet. A zsűri díjazza a legjobb szerkesztőt, rendezőt, operatőrt, hangmérnököt és a legjobb zenei szerkesztőt is. Kedves nézőink, a továbbiakban a Szülőföldem Szép Határa Fesztiválon tavaly bronzérmet nyert kisfilmet tekinthetik meg, Tenyerembe helyezem lelkem címmel. Novákovci. Dvaja bratia pôvodom z Békeskej Čaby. Okrem rodinných zväzkov ich spája aj nekonečná láska a úcta k slovenským koreňom. Aj keď svoju národnosť nereprezentujú predovšetkým v jazyku.
úgyis a Lucernára várnak csak. A többi az csak emeli a Lucerna jelentőségét. Nagyapámnak, aki anyai részről nagyapám, Sótyi család, olyan minőségi lovai voltak, amelyik között fedezőmének voltak, illetve díjnyertes kancája is volt. Milyen fajta lovakat tartottak? Mezőegyesi félvér, vagy más néven, most úgy mondjuk, hogy Furiózó Norsztár a származás szerint, de ezeket a félvér lovakat részesítették előnyben, amelyikbe egy kis nónius, ha belekerült, nem volt probléma a gazdák, nagyon szerették, ha tömege is volt a lónak, meg gyors is volt. A lóállományunknak, ennek a fajtának nagy része átkerült annak idén Szlovákiába, és ott Motyesicén egy komoly tenyészet volt, és ma azt lehet mondani, hogy Európában, Közép-Európa, Magyarország, Szlovákia, Csehország, és ott a Morva vidék, illetve a lengyeleknek van egy kevés ebből a fajtából, meg Romániában van egy nagyobb állomány, amit annak idén 1920-ban mezőegyesről hajtottak el, és ezek a ménesek érdekes módon román kézen megmaradtak tisztán, fajta tisztán. Nem kevertek bele semmit, nem úgy, mint nálunk. Nálunk egy kicsit össze lett keverve, de ha ma eredeti anyagért akarunk menni, ami tiszta vérű mezőegyesi félvér, Nónius vagy Gidrán, bizony Romániáig kell menni, ott megmaradt. Igen. Ez a pad nagybányegyesi örökség, nagyszülők házából mentettük meg, mégis nem hagytunk semmi olyan dolgot el, ami valamilyen emlékhez kötődik. Elég sokszor ültek ezen a padon a nagyszülők, vagy legalábbis nagyanyám, vagy nagynéném, és itt mi ezeken az apró sámlikon ülve hallgattuk a meséket. Nagyapám az mindig tetvet, tehát az hasonlóan, mint én, jött-ment a házba, tőle úgy lehetett megtudni valamit, hogy mozgás közben. De a történetek valahol kötődnek ezekhez a régi bútorokhoz is, és belefér a mi tevékenységünkbe, hogy ez itt maradhat. Félre van téve itt két villa. Most megmutatok egyet, egy pillanat. Ez azért van eltéve, hogy nehogy valaki hozzányúljon, mert ezt csak én használhatom. Ez nagyapám villája volt, nagyon könnyű a nyele, ez eredeti bodzait látszik a végén, ki van lyukasztva, és egy régi hármas villa, szénázó villa, amelyik akkor is tud dolgozni, amikor én már fáradt vagyok. Tehát amikor már végképp nem megy a nap, akkor ezt elő kell venni, és akkor megy a munka tovább. Ez kézre. Ilyen régi tárgyaim vannak, és ezeket nem is tudnám másképp elképzelni, csak a saját környezetembe. Na, hello, lányok! Szia! Hazaértetek? Szia! Szia, Tálma! Vége van a sulinak? Vége. Nincs már nyelvóra se? Semmi? Nincs, most nincs. Jó van. Úszni se kellett ma menni? Nem. Jó. Megyek. Megettetem. Jó, akkor... Kicsit igyatok, egyetek, aztán kutyákat, csirkéket rendezétek. Jó? A két lány nagyon sokat segít a ház körül, levesznek a vállamról rengeteg gondot, az apró-jószág gondja az övéké. Érdekes, hogy nagy a vonzerő az apró állatok és a gyerekek között, és a kis csirkékkel barátkoztak meg legelőször. 6-8 éves kora óta nagyobbik lányom a kotlóst elülteti, ő neveli a csirkét, ő eteti, majd a tojásokat is ő kell, hogy összeszedje, ez az ő feladata. Minden, ami a tyúkokkal kapcsolatos, de az ebből származó bevétel is az övé. Tehát én zseppénzt a gyerekeknek nem adok, azt ők maguk megkeresik a tojáspénzből. Sokkal tájékozottabbak bizonyos dolgokba, ami abban mérhető, hogy föl tudnak dolgozni mindent, ami az élettel együtt jár. Itt, ha elpusztul egy csirke, az maga a vég. Amikor születik egy csirke, az a kezdet. De ez az életbe számukra teljesen természetes, és ez a kicsibe is, nagyba is. Tehát ha azt mondom, hogy a baromfinál, a lovaknál, amikor ellik a kanca, amikor éppen nappal ellett, itt volt a kisebbik lány, végignézhette. Azt szoktam mondani, hogy sokkal szemléletesebb volt ez egy biológia óránál, és be is vésődött. Most már beleszólnak. Azt jelenti, hogy
A libák valakit észleltek mozogni, és a kutyák jelzik azt, hogy entől az illetőtől nem kell tartani, mert nem olyan, de valahol mozog valaki. Miklóskán. Éhes vagy, gyönyörűm. Ez a borító nagyon öreg, a nagymamáimé volt, a nagypapámé. A kis csirkékre, amikor még egyhetesek, akkor rakjuk rá, hogy a kotlós nem ásszon ki, és a kis csirkék sem menjenek el. A többi tyúk meg nem bírja őket bántani. Én kiskorom óta nagyon szeretem őket. Olyan békések és olyan aranyosak. Kiskorom óta tudom, hogy hogy kell őket keltetni, a kotlós hogy kell elültetni, gondozni őket is. Szerintem, hogy egy ilyen kis lényeket fölnevelni, annál nagyobb öröm nincs. Egyszer egy kotlós védte meg a csirkét a halálra süléssel odabent a ketrecben, amikor bennmaradtak. A kotlós az meghalt, a csirkék túlélték, mert alatta voltak. Nagyon összetartóak. A gyöngyösök azok sose szakadnak el egymástól, születésük után, halálukig szinte. A lovak családfáját sokkal régebbről tudjuk visszavezetni, régebbről eredeztetjük, mint a sajátjainkat, mert már odáig nem biztos, hogy én vissza tudok kutatni, mint ahogy ennek a lónak például megvan a családfája. Ezt a fedezőményt, amelyik itt van, a Csikók apjaként bemutattuk, őt Németországból Lajos bajor királyi herceg tenyészetéből sikerült ide hoznom, még kis Csikó korában. Annyit kell tudni erről a tenyészetről, hogy ez egy magyar fajtájú németországi törzstenyészet, melyik kicsit poros már így a ló ilyenkor, amelyik valamikor Sárváról eredeztethető. Ezt a tenyészetet tovább fejlesztették, és az 1940-es évekre egy igen komoly félvér tenyészetté vált, amelyik sajnos a II. Világháborúval el kellett, hogy hagyja az országot a gazdájukkal együtt. És elkerültek München mellé, Lojstettenbe, ahol tovább is magyar lóként, magyar névvel, magyar szívvel tenyésztette a herceg tovább. Az ő neve is magyar név, de ott minden lóé, az övé Gyanta, az anyjáról kapta. Ezt a családot sikerült megmenteni. Mindenféleképpen megrázza magát. Neked mi a feladatod a családban? Hát a kutyák és a macskáknak a gondozása. Megtanítom olyan dolgokra, hogy ugye, amik hozzájuk valóak, tehát vadászatra tanítom meg őket, és olyan dolgokra, amik itt segíthetnek a farm körül. Igazából a tyúkokkal nincsenek nagyon jóban, de a lovakkal nagyon el vannak. Velük nagyon jól együtt lenni, még tanulni is jó velük. Itt jön a tyúkászok, Blanka szerint nem azok persze. A kisebb pedig tojáslopó. Valamikor mezőegyesen dolgoztam, de a területem Csongrád megye volt, én voltam a megye lótenyésztési felügyelője. És itt kerestünk a munkám mellett olyan helyet, ami közel is van Szegedhez, de mégis valamilyen külterületi rész. Én lakótelepi gyerek vagyok, úgyhogy mindenki csodálkozik a környezetem, hogy hogyan tudtam így beilleszkedni ebbe a vidéki életbe. De azt gondolom, hogy ez egy belső késztetés, hogy minél közelebb a környezethez lakni, élni, és a gyerekeimnek is ezt mutatni meg, hogy talán ez a legharmonikusabb életforma. Ma is hazamegyek, akkor ha kimegyek a piacra, vagy valahol olyan helyen mozgok, ahol az idősebbek még
néha elejtenek egy-két szót szlovákul, akkor rá szoktam figyelni. És akkor elmondom a gyerekeknek, hogy na most mit hallottunk. Ezek a köszönések, meg az apró kis dolgok, azok még működnek. Egy-egy elejtett megjegyzés, egy régi emlék, amit csak ezen a hagyományos módon lehet a szlovák nyelven előadni. Na most ezek még működnek, de ezeknek... Most ha... Mikor a dédnagyanyám mondta nekem, hogy ha hazamész, akkor kérdezd meg a szomszéd mamókát, hogy Akosze Mátye, vagy Akos Várkenes a látje. Az én családom a Mátrából származik, és szintén szlovák eredettel büszkélkedhetem, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez könnyen ment nálam. Feltétlenül, hogy gyorsan tudtam azonosulni ezekkel a szokásokkal. És tud-e már igazi csabai csigatésztás tyúklevest főzni? Persze. Nem tyúkból főzzük, hanem gyöngyösből. Szlovák ételek közül a tarkedit, azt én készítem, és akkor sorba állnak érte. Tehát nem tudom olyan gyorsan sütni, mint ahogy elfogyna. A gyerekek azok nem betegesek, nem allergiásak, tehát minden olyan mai dologgal, amivel küzdenek jellemzően a városi gyermekek, az itt nem jellemző. Nyilván azért is, mert nap mint nap kapcsolatban vannak ezekkel az allergén dolgokkal. Jó környezetben élünk, számomra ez megnyugtató. A gyerekeim ebben a környezetben pozitív irányban fejlődnek. Ha ide jönnek a többiek, akkor azok is jól érzik magukat, és ezen kívül hosszú távon talán van benne remény, hogy értelme lesz. De jelen pillanatban minden nap át kellene gondolni kétszer, hogy hozzányúljak-e valamihez, ha csak az anyagi részét nézném. Amikor az ember a lovakhoz kérne, a legfontosabb az, hogy köszöntsük egymást, és a bizalom jele, hogy a ló odajön az emberhez, és oda nyújtja a fejét. És ennek a bizalomnak a másik jele, hogy én végig simítom a testét, ezzel a komfort érzetünk összeáll. Egy személyes jó ismerősöm, Novák Pál, talán a bátyám, írta ki a kollégium szobájába, minél jobban megismered az embereket, annál jobban megszereted az állatokat, és én úgy érzem, amióta én is állatokat tartok, ebben a mondásban osztozom vele. Az összes napi problémáját az ember egy találkozással a lovaival el tudja felejteni. Ő Nelson, az idősebbik ló, őt választotta a fiam, a bátyám lótenyészetéből. A szatymazi lovastelepén az első csikó, ami ott született, ő volt, és 10 éves volt, amikor ide került Békés Csabára. Annyit tudott a lovaglásról, mint én. Ő az alulról nem tudta, hogy mit kell csinálni, én fölülről nem tudtam, hogy mit kell csinálni. Volt is ebből nekünk elég problémánk és kudarc élményünk. És valahogy összecsiszolódtunk az évek során. Mind a ketten tapasztaltabbak lettünk, megöregorasodtunk. Nem tudom, hogy mi lehetett az oka, de most az egyik legtapasztaltabb és az egyik legmegbízhatóbb ló a lovasi ász csapatunkban. A másik, a fiatalabb, ő Szélkirály. Őt már mellé választottuk párnak, és hogy családon belül maradjon a választás, az unokaöcséről van szó. Miután a fiam megvásárolta a bátyámtól a Nelsont, akkor már tudtam, hogy mi lovasi jászok leszünk. Itt járunk a Zsíros utca 6 szám alatt. Ezt a házat még a dédapám és a nagyapám építette. Ebben a házban nőttünk föl. Nagyon érdekes volt a régi csabai szlovákok szokása. Hiába volt neki a város közepén egy háza, mégiscsak kint a szállás, a tanyán érezték jól magukat. Csak télen, jeles ünnepnapokon, családi eseményekre jöttek be, de az egész életüket kint a határban, a telegerendási határban, a Szliuka dűlőn élték le a nagyszüleim. Tudomásom szerint nagyapám a testvéreinek, akik megkérték, hogy ő is menjen ki vissza Szlovákiába, települjön vissza, települjön át Matka zemébe, ahogy a nagyszüleim mondták, azt válaszolta,
hogy neki ez az anyaföldje, ő itt született, ő itt szeretne maradni. Ezzel egy kicsit széjjel is szakadta az ő rokonsága. Nagyon érdekes volt látni a testvéreinek a rokonságát Szlovákiában, és amikor ők idejöttek, egy egészen más szlovák kultúra volt már az övék, és megint más az a szubkultúra, ami Nagybányásen létezett. Ez a harmadik generáció vagy már nem tud szlovákul, vagy már nem tud magyarul. De ez nagyon érdekes, hogy eltávolodott egymástól az egész. Hogy ebből mikor lesz újra egy kohézió, mikor találkozik a kettő, ez nagyon nem tudom. Ez a hely, ahová most ide bejöttünk, a meseház, az a szlovák hagyományoknak azt mondhatom, hogy egy nagyon összetett gyűjtőhelye, és remélem az is marad. És ebben a házban, ebben a közegben nem lehet más az ember, mint Csabai. Ez a környezet számomra adja vissza azt a igazi régi csabai szlovák atmoszférát, amit valaha ez a város teljes mértékben magában hordozott. Megkérdeztek egy szlovák bácsikát, helyesebben csabai szlovák bácsikát, hogy akkor most mondja ki, hogy szlovák nemzetiségű, vagy pedig magyar. És ő annyit mondott, én Csabai vagyok. És ez egy nagyon nagy mondás, én ugyanígy érzem ezt. Lehet, hogy egy kicsit paradoxon, amit most mondok, de én úgy éreztem, hogy az én nagyszüleim szlovákul voltak magyarok. És nekem ez nem tűnt fel. Addig nem tűnt fel, amíg én nem voltam szlovákul magyar, hanem inkább lettem magyarul magyar, és lettem kevésbé szlovákul szlovák. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit én tapasztaltam, és nekünk ez teljesen természetes volt. Hogy ők, a nagyszüleim, azok magyar problémákkal foglalkoztak, a magyar hazáért küzdöttek, a háborúba mentek, az egész életük a magyarsággal volt összefüggve, és mégis minden szlovákul beszéltek meg otthon. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet volt. Nekem ez egy természetes állapot. Engem a kolbászfüstölő füstje csapott meg gyerekkoromban, mert nagyapámnak az egyik testvére hentes és füstölős volt, és a lakásunktól körülbelül 2 méterre volt a füstölőnek az oldala. Óhatatlan volt, hogy az ember be nem tévedt oda, és nem látta azt, hogy mi folyik ott, milyen egyáltalán a kolbász készítésnek a különböző fázisai. Tehát azt kell mondanom, hogy egész gyerekkorunkban jelen volt maga a disznóvágás, a csabai kolbász, és barátaimmal, akikkel együtt alkotunk egy művészeti csoportot, elhatároztuk, hogy beemeljük ezt a fajta régi népszokást, magát a népi disznóvágást, vagy egyáltalán a magyar ember viszonyát a disznóhoz, a kortárs művészetbe, és 2004. április 30-án, egy nappal az uniós csatlakozásunk előtt megnyitottuk az uniólat, a disznók társadalmát mutattuk be, hogy egyáltalán hogy is érzik magukat azok az állatok, amelyik a legtöbbet adják nekünk. A régi parasztember kiment előző este az ólba, és elnézést kért az állattól, amelyet egy éven keresztül nevelt, hogy téged most levágunk és megeszünk, de a családnak valamit kell adni. Mert összenő az ember az állattal, közös kapcsolata lesz, a legtöbbet ápolja, vigyáz rá, és utána pedig végül is megöli, feláldozza, de ennek az áldozatnak igenis értelme van, a tovább élés értelme, és ezt, hogyha ezt egy szép mitológiája van, és egy szép szertartása van, mint akár egy Békés Csabai disznótor, akkor így kerek lesz a világ. Ha csak a nevemmel játszok el, akkor a Disznovák Attila teljes mértékben beleépíthető ebbe a kompozícióba. Az különösen érdekes, hogy nagyszüleim által készített igazi tótkék disznóvágó köpeny volt rajtam. Szlovák nemzetiségű barátaim, Békés Csabai barátaimnál készült ez a kép, ahol tényleg szlovák hagyományok szerint történt az egész disznóvágás, zabiacska.
ahol van mozgócska, cigánka, és az egésznek megvan az a hangulata, amit én gyerekkoromban átéltem, fénycsóva és galaktikus fények, amik nem más, mint egy makro felvétel egy pörzsöl disznó testéről, ahogy a bőrén izzó parazsak és a gáz perzselő fénye teremt meg számomra egy olyan makrovilágot, ami valahol ennek az állatnak a egyetemes irányba való eljutását, ennek az elpusztult állatnak vagy elpusztított állatnak az egyetemes világba való visszajutását szimbolizálja. Milyen határ lenne Novák Attila? Hát nyilvessző, az olyan szépen szár, mindig úton van. Én az lennék, azt hiszem az. Nem azt a pillanatot várom, amíg becsapódok, az sem, amikor kilőnek, amikor úton van. Tehát én azt hiszem, de az életünk is egy ilyen nyilvessző. Valahonnan elindul, valahol megérkezik. És a növény? A növény fa, egyértelműen fa. Méghozzá van öreg tölgy. A maga, amikor az ember fát farag, nagyon jó illata van a tölgynek, meg a csersav, ami az ember kezén marad. Én szeretem a tölgyet. Igen, azt hiszem az. És a állat? Ló. Ló. Biztos. Biztos, hogy ló. A lovasiászat az nemzetközi sport. Nem lehet kisajátítani. A másik az, hogy valahogy úgy érzem, hogy már a nevem is egy paradoxon, hogy Attila lett a szlovák név mögé ragasztva, és ez szerintem mind a kettőből az ember számára ad valamit. Ad a szlovák múltamból, ad a magam által felfedezett ősiségből, mind a kettő valahol egybefor. Nagyon sok jó lovasiász van külföldön is, sőt, felvidéki magyar törzseknél szlovák emberek is már jelentkeztek, és lovagolnak, és lovasiásznak. Engem is nevel. Azt kell mondanom, hogy én nem voltam ilyen rendezett nagyon sokáig a civil életben, amíg nem kezdtem ezt csinálni. Ahogy ezt mondják, hogy így tanít meg ijászni a ló, lovagolni, de mindenféleképpen egy kihívás úgy lovagolni, hogy az ember a lóval csak a lábával és a testével érintkezik, azzal van kapcsolatban, és közben pedig arra koncentrál, hogy az íjat hova tartsa, hova ösztönszerűleg hova lője ki a vesszőket. Abszolút a szlovák kultúrában nőtetek fel. Érted is a szlovák nyelvet, ha annyira jól nem érdezél. Rozumiem, ťažko hovorím po slovensky, ale rozumiem. Ale na koni, čím ďalej, tým lepšie. De a fiadnak milyen örökséget adsz át ebből, vagy... Már a szlovák kultúrából? Mindenféleképpen azt, hogy ne feledkezzem meg arról, hogy mik a gyökerei. Nem a legmélyebb gyökerek a ősi magyar nomád kultúrára kell elsősorban gondolni, hanem ami itt van 2-3 generációval előttünk. Az egy nagyon fontos gyökér, aztán lehet kutatni tovább is, de minden dolgot én úgy érzem, hogy először ott tanultunk meg, onnan kaptunk, és én úgy érzem, hogy ő erre büszke. Én úgy érzem, hogy ő ezt már elfogadta, és még hogyha a nyelvét nem is beszéli, bár pont a napokban mondta, hogy apa azért egy pár dolgot megtaníthatnál nekem, mert kezd tetszeni neki, hogy lehet kommunikálni másokkal is. Lehet ezzel más emberekkel megismerkedni, hogy itt Békés Csabán ennek létjogosultsága kell, hogy legyen. Valahol az emberbe ez mélyen van benne, talán a tanulás is fontos, de néha úgy érzem, hogy azok jönnek elő, az emlékek alapján jönnek elő a szavak is.
Negyedszer indult útjára a hétvégén a Kárpátalja Express. A Monarchia vasúti fővonalát követve Kárpátalja történelmi helyszíneinek felkeresése volt a célja az expressznek. A kezdeményezéssel szeretnék megalapozni a régiós együttműködést és támogatni a határon túli magyarokat is. Csak közösen van jövőnk. Ennek a gondolatnak a jegyében nyújtotta át jelképes ajándékként a magyar-osztrák határt egykor elválasztó vasfüggöny egy darabkáját a Kárpátalja Express Nosztalgia vonat főszervezője az ukrán vendéglátóknak a vereckei honfoglalási emlékműnél. Mint minden kárpátaljai, én is abban bízom, hogy Ukrajna visszatér Európába. Kárpátaljánál a kontinens középpontját jelző emlékjel számunkra természetellenes az Európán kívüliség állapota. Felfogásom szerint a turizmus rendkívül békés tevékenység, ami elősegíti az emberek közötti barátságot. Egy dolog, amikor olvasunk egy bizonyos helyről, vagy megnézzünk egy tévéműsort, és más a személyes találkozás. A Kárpátalja Express 2010-ben indult első útjára az egykori osztrák-magyar monarchia körvasútjának normál nyomtávú ukrajnai szakaszán. A Partiumot majd tavaly már a Felvidék keleti részét is érintette a szerelvény. Idén változott az útvonal, Vereckét és környékét keresték fel a résztvevők. Vereckére nem jön vonat, ezért kellett idén úgy változtatni a programot, hogy átszálltunk széles nyomtávú ukrán vonatra, eljöttünk Volócig, ami az utolsó város itt Verecke előtt, és följöttünk autóbusszal. Egészen más a szervezés, egészen más a hangulat. Eddig magyar települések között magyar polgármesterekkel egyeztettünk, most hirtelen olyan területre értünk, ami igaz, hogy a régi magyar királyságnak a területe volt, de itt már ukrán polgármesterek vannak, ukrán helyi vezetők. És el kell mondjam, hogy nagy örömünkre, mindenki a legnagyobb készséggel fogadott minket, mindenki azt nézte, hogy hogy tud segíteni. A Kárpátalja Express összeköti a határon túli és a határon belüli magyarságot, a nem magyar nemzetiségeket, és milyen kiválóan fogadják mindenütt, boldogok mindenütt az emberek. Tehát az embereknek egymással nincs problémájuk, valószínűleg politika tette ezt a helyzetet írni, és most a vasút talán alkalmas arra, hogy ezt a helyzetet oldja, és még tovább fejleszte a kapcsolatot magyarok és nem magyarok között. Az utasok között voltak olyanok, akik minden alkalommal ellátogattak Kárpátaljára a Nosztalgia vonattal, de többen most jártak itt első ízben. Én vasutas vagyok, tehát én is az egyik szervezője most már évek óta. Én 4 alkalommal volt eddig Kárpátalja Express, mind a 4 alkalommal itt voltam, és nagyon jól érzem magam. Tehát fontos, hogy ilyen többször legyen. Nagyon szép. Annyira szép, hogy nem tudok szóhoz jutni, mert ezen a részen még nem jártam. Se Felvidéken, se itt. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehettem. Verbiás magyar nevén Verebes község, amelynek a területén a honfoglalási emlékmű található, az utóbbi években testvértelepülési kapcsolatokat vett fel magyarországi helységekkel. Nem először találkozom itt magyarokkal. Gyakran jönnek csoportok, és a falu polgármestereként én fogadom őket. Együttműködési szerződést kötöttünk Ajakkal, illetve Verőcével. Rendszeresen felkeressük ezeket a településeket. Nagyon fontos az, hogy az egyszerű emberek minél gyakrabban találkozhassanak egymással. Közös fejlesztési projektet indítunk Ajak polgármesteri hivatalával. Jó kapcsolatokat ápolunk Magyarország ungvári beregszászi főkonzulátusával. A Kárpátalja Express utasai felkeresték az Árpád vonal egyik turisták által látogatható bunkerét is. Tehát ott már nincsenek még teljesen feltárva, tehát ott az még nem látogatható, mert ugye lehetnek ott még olyan fegyverek, vagy olyan lőszerek is, amik ugye nincsenek felhasználva. Nagyon érdekes volt, hogy annak idején ilyen építményt tudtak készíteni, ilyen hosszú, nagy méretekkel, ilyen nagy betonozást, hogy tudták ezt kézi munkával megcsinálni, ez csodálatos. Másodszor vagyok, 2 évvel ezelőtt is voltam, akkor is nagyon jó benyomásaim voltam. Akkor az unokámmal voltam itt, 10 éves unokámmal. Most pedig a feleségemet sikerült rávenni, hogy eljünk erre az útra, és úgy érzem, hogy nagyon megérte. Nagyon meg vagyunk elégedve az úttal, a szervezéssel, a szállási körülményekkel. Az ember nem is gondolná, hogy Kárpátalján ilyen körülmények között lehet lakni. A külön vonat utasai megkoszorúzták a Málenki robot áldozatainak szójvai emlékművét. A program zárónapján munkás nevezetességeivel ismerkedtek meg a résztvevők.
Kedves nézőink, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Nézzék a Tisza TV-t minden nap. Viszontlátásra! Van egy munkácsi mond, amit körülbelül 200 éve le is írtak már, de nyilván sokkal korábban létezett, mert a mondákat mindig később írták le, mint ahogy létezett. Ez a munkácsi monda arról szól, hogy az őseink, amikor megálltak pihenni 40 napig, a Kolostorhegyen, vagy a Csernekhegyen, vagy a Klastromhegyen álltak meg, és innen látták meg vezéreink, mondja a monda, hogy a későbbi Várhegyről füst száll fel. Előre küldték felderítőjüket, és a felderítők azt látták, hogy a sámán, a táltos verte fel itt a sátrát. Nagyon megtetszik vezéreinknek ez a hegy, és akkor egy fehérlő ellenében egy cserét ajánlottak a táltosnak, akkor a táltos elment a Kolostorhegyre, vagy a későbbi Kolostorhegyre, vezéreink pedig eljöttek ide, és itt pihentek, és innen mennek tovább Magyarország belseje felé, itt hagyva egy utóvédet. Napóleon, amikor 1805-ben közeledett Bécs felé, úgy érezték Magyarországon, hogy a magyarság vagy a magyar királyság szent erekéi nincsenek biztonságban, és titokban elrejtették Munkács várába, és ebben a bástyában, a bástya tetején volt egy külön üreg, amit néhány éve sikerült így körüljárnom is behatárolni a helyet, tehát ebben a bástyában volt egy külön üreg, ahol a koronát őrizték, és egy másik üreg, ahol az országalmat, a jogát, illetve a palástot helyezték el. Amikor Lipót felrobbantja az empléni várakat, és azzal a célral, hogy ne legyen kuruc fészek, akkor úgy van, hogy Munkácsi várat is felrobbantják, de végül is átalakítják ezt a tervet, és börtönni alakítják át, azért, hogy a tudatból kivakarják azt, hogy ez a szabadságnak a szimbóluma Munkácsi vár. Kazinczy Ferenc művét, a Fogságom napolját tanulmányoztam évekkel ezelőtt, és ennek alapján sikerült rátalálnom a cellára, ahol Kazinczy raboskodott. A mögöttünk lévő börtönnek a felső emeletén a negyedik cella volt Kazinczy Ferencnek a cellája. Reneszánsz belsúrvar keletkezik, egy nagyon szép reneszánsz belsúrvar, az elmaradhatatlan kúttal, amely a 14. század végén, 15. század elején keletkezett, és úgy kell elképzelni, hogy a Várhegy, ez egy nagyon meredek sziklafal, amit később, ha lehet hinni a leírásoknak, felhordtak földdel, lankásították egy kicsit, de az egész egy nagyon meredek sziklatömb, sziklafal, és ebbe a sziklába válják ezt a közel 80 méter mély kutat. Egy fantasztikus teljesítmény lehetett eleve ez a munka. A szovjet is a cseh világban tették tönkre ezt a várkápolnát, amit azóta hála Istennek rendbe szedtek. Ebben a kápolnában mondott örökülséget egymásnak Zrínyi Ilona is Tököl Imre 1982-ben. Nagyon-nagyon kínos az osztrák diplomáciának az, hogy ezt a várat egy asszony védi, és semmit nem tudnak ez ellen az asszony ellen tenni. Szinte könyörögnek a sorok között Zrínyi Ilonának, hogy adja fel a várat, de őre nem hajlandó. És ezt a kiállást, ezt a határozott helytállást, tisztességet, becsületességet, hitet látja Rákóczi Ferenc, ebből tanul, ebből merít. És ez szívja a lelkébe Rákóczi Ferencit.